Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Our help is in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Húsvétot ünneplő, szeretett testvéreink, Isten tiszteletünk kezdetén hallgassuk meg a Győzelmet vettél című közismert húsvéti énekünk feldolgozását. Kedves testvéreim, olvasom Istennek az igéjét, amint az írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 1-től a 12-ig terjedő verseiből. Angolul olvasom Istennek az igéjét. The Resurrection. On the first day of the week, very early in the morning, the woman took the spices that they prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of Jesus Christ. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you why he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again." Then they remembered his words. When they come back from the tomb, they told all those things to the 11 and all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary of mother of James, and the others with them who told this to be the apostles. But they did not believe the woman, because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen lying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem föltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.
A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzunk mi bennünk gazdagon, mi pedig sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Kedves testvéreink, hallgassuk meg Füle Lajos Feltámadott című versét, amelyet mindannyiunk számára szavalja a Fábri Asztalos Szilvia. Füle Lajos feltámadott. Húsvéti reggel, tavaszi kedvel, zeng a berekben feltámadott. Egei kéklik, szelei végi, zúgják az erdőn, feltámadott. Dongói dongják, méhei zsongják, kórusban mondják, feltámadott. Lepkéi írják, bimbói nyílják, főből virítják, feltámadott. Égi madárkák, dalóban szántják, az új barázdát, feltámadott. Dear brothers and sisters, let's listen to God's words, which are written down in Book of Luke, chapter 24, verses 5 and 6. Why do you look for the living among the dead? He's not here. He has risen. This Easter morning, I would like to talk about the promise of Easter. There are three of them. Each promise is marked by something empty. An empty cross, an empty tomb, and empty burial clothes. Let's begin with the empty cross. Because the cross was empty, we have the promise of forgiven sins. Let's go back to the first Easter morning. It is early morning, at dawn, but the sun has not risen. A few followers of Jesus Christ, women, are their way to a tomb. It is the tomb where Jesus Christ was buried. We can imagine that the conversation is subdued. The task before them is a grim and a sad one. They are going to anoint the body of Jesus. And as they come to the top of a hill, they all stop and stare away in the distance. Just outside of the city walls stands a gruesome reminder of the events of just a few days ago. Over there, silhouetted by the glow of the pink sky, on the top of the hill are three crosses. Yesterday was Sabbath, so nobody removed the crosses. So there they stand, and an empty reminder of the horror of Friday. There was no question. Jesus was dead. The soldier knew it, the Romans knew it, and the Jews knew it too. Jesus really did die. It is the place where he died, but today that place is empty. Empty of Jesus' body, but full of God's promises. Full of hope for you and me and for all of us. The promise of the empty cross is that we all been forgiven. Because it was on that cross that Jesus paid the penalty for our sins. The empty cross is a reminder of God's promise that we all been forgiven. It was on that cross that Jesus has offered his perfect, sinless life on behalf of each one of us. Let's think about no one else, nor Moses, or Abraham, nor David, or Isaiah, nor Muhammad or Buddha, no one else has ever lived the perfect and the sinless life of Jesus Christ. And no one else offered his life as a salvation for our sins. This is the first promise of Easter. And what is the second promise? Let's go back to the followers of Jesus. The three women, after pausing briefly on the view to the cross, continue their way down to the tomb. As they go, one of them wonders aloud, "Who will move the stone for us?" And they had a good reason to be concerned,
The stone place in the front of the tomb was a large boulder, probably weighing up to 1 or 2 tons. And it's not only that, but the Romans also sealed it, so no one was allowed to move it without their permission. And as they were going there, suddenly they felt the earth move. After a few seconds, things seemed to go back to normal. So they continued their way. And as they approached the burial site, they came upon something which was even more remarkable. All the soldiers there were unconscious. The stone has been moved, and an angel, the Bible says, glowing like lightning, was sitting on the boulder. Now let's listen to the angel's words. "Do not be afraid, for I know what you are looking for. You are looking for Jesus, who has been crucified. He's not here. He has risen. Jesus has risen. He was alive, and the tomb was empty. And what a fantastic promise that holds. The empty tomb is the truth of the resurrection of Jesus Christ, and the promise to every one of us that we too will be raised to eternal life. To those who know Jesus Christ as our Lord and our Savior, that has lost its sting. It's not something we should be afraid of." The angel said, "He has risen, and the promise to us is that we too can live after we die. That is the second promise of the Easter. And there is one more promise, the third one. It is the promise of the empty burial clothes. After the angel has spoken to the woman, they immediately went back to the apostles and reported them what happened. With this incredible news, Peter and John run to the tomb to see it for themselves. When they got there, the Bible says that John stopped outside, but Peter ran right into the tomb. And it didn't take long to realize that the tomb was empty. But it's not that all. Peter found the clothes that Jesus had been buried in, and those clothes were empty too. This could mean only one thing, that Jesus was alive. If someone would have stolen the body, they wouldn't have removed the burial clothes and folded them up neatly. Truly, it meant that Jesus was resurrected. And we know very well that it won't be long before Jesus himself would appear to Mary Magdalene and to all the apostles, and eventually to the 500. He would sit down with them, walk with them, talk with them, eat with them. Once again, they would be able to fellowship with their Lord. And you see, that is the promise of the empty burial clothes. Jesus is alive and wants to fellowship with all of us. Jesus isn't just some force of universe which are influencing the people. He's much more than that. He's a living Savior, and he desires to have a personal relationship with each one of us, just as he did with his disciples 2,000 years ago. And think about that. The cross couldn't hold him. The tomb could not contain him. The burial clothes were unnecessary because Jesus is alive. And he talked and touched and loved and healed. He did that in the day of the resurrection, and he does it still today. And most importantly, he wants to do it with you. He wants to do it with all of us. Just believe in him. Just believe in our Lord, our Savior, Jesus Christ. Amen. O Lord, open our lips, and our mouth shall proclaim your praise.
Blessed are you, God of majesty. You brought the light out of darkness and set the sun to brighten the day. We thank you for your Son, Jesus Christ, our Lord, whose human body was transfigured on a lonely mountain. In his face, we have glimpsed your glory. In his life, we see your love. You lead us by the light of your truth into the way of righteousness and peace. For this and all your mercies, we praise you, Father, Son, and Holy Spirit. Blessed be God forever. Amen. Kedves testvéreink, hallgassuk meg Szabolcska Mihály Húsvét című versét, amelyet Vakárjú Erika és Robert szavol el mindannyiunk számára. Szabolcska Mihály, húsvét, miért keresnéd őt a sírba, hisz nincsen ott, mert nem halott. Halál bilincse szétszakítva, az Úr Jézus feltámadott. A Golgotán volt az ítélet, ott győzte le a bűnst a halál. A sírból most kikelt az élet, az ígéret valóra vált. A Golgotán ő meghalt érted, a bűnös szív, ez ne feled. A Golgotánnál hajtsd meg térted, és sírva sír bűnöd feled. De nem péntekre jött a húsvét, örülj újjön bűnbánó szív, az Úr életre kell ismét, örökre él, s életre hív. Az a szent igen, amelyen keresztül az Úr szent lelkének segítségül hívásával szólani kívánunk gyülekezet előtt húsvét vasárnapi ünnepi istentiszteleti alkalmunkon megírva található Lukács evangéliumának a 24. fejezetében, annak is az 5. és a 6. versében a következőképpen. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem föltámadt. Amen. Eddig az alapigénk. Húsvétot ünneplő keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Szerető és gondviselő Istenünk kegyelméből idén az Úrnak 2020. esztendeiben is eljuthattunk a húsvéti ünnepkörhöz, ezen belül is a húsvét vasárnapi úrvacsorával egybekötött istentiszteletünkhöz. Ugyan fizikailag és emberi szép szemmel nézve szomorú a mi szívünk, mert egy nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk. Sajnos a járvány egyre jobban terjed, az élet megállt, gazdasági világválságban kialakuló félben. Mindez még megtetézi az a tény is, hogy üresek a templomaink, a gyülekezet nem lehet személyesen, fizikailag jelen az Isten tiszteleteken. Viszont lelkileg, ennek ellenére ezen a húsvéton is igazi öröm van a mi szívünkben. Az Úr Jézus Krisztus harmadnap legyőzte a halált, föltámadt, Jézus él és életet ad. Az is felemelő érzés, hogy a floridai, Miami gyülekezet és a kaliforniai, San Franciscói gyülekezet együtt ünnepli a feltámadt Úr Jézus Krisztust. Ezen az Isten tiszteleten együtt örvendezünk amerikai magyarok, odahaza az anyaországban, Magyarországon, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken és még sok más helyen egyaránt, ahol magyarok élnek a földkerekségen, együtt ünnepelünk, ahogyan az ismert magyarban énekben is zeng, mi egy vérből valók vagyunk. És ami még megtetőzi ezt a hírt, az a tény, hogy Krisztus Urunkban meggyökerezve, hitben, reménységben és szeretetben vagyunk egyek. Bizonnyal tudhatjuk azt ma is, húsvét vasárnapján Krisztus föltámadt, és minden egyes hívő lelket el nem múló, hervadhatatlan, örök élettel megáld. Kedves keresztény testvérek, így boldog és örömteli igazán a mi ünneplésünk a feltámadott, élő Jézussal a szívünkben.
Szeretettel kívánom mindannyiunknak ezt a csodálatos felismerést, hogy Jézus föltámadt, ragyogja be a mi szívünket, lelkünket, otthonunkat és életünket. A rövid felolvasott igeszakaszunkban az állt, mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Isten elküldte az ő követeit, hogy meghozzák Krisztus föltámadásának örömüzenetét. Először az asszonyokhoz jött, akiket felébreszt a reménytelenség, kicsinyhítőség és kilátástalanság álmából. Ezért hangzik el a kérdés, mit keresitek a holtak között az élőt? Milyen jó, hogy az Isten figyelmezteti az embert. Nem hagyja elveszni saját kicsinyhítősége, tévedései és gyarlóságai közepette, hanem beavatkozik, akár így közvetlenül, mennyei üzenettel, akár a bibliai soraink, vagy életünk egy-egy eseményén keresztül ma is bele akar szólni, és bele is szól a mi világunkba, elgondolkodtat, megállít, figyelmeztet és emlékeztet. Hol van a te hited? Elveszett reménységed? Nem jó irányba megy az életed? Isten igéje bennünket is figyelmeztet, hogy a mindennapos küzdelmek közepette ne veszítsük el azt, ami értelmet ad a mi életünknek. Ne távolodjunk el az Isten Krisztusban testet öltött szeretetétől és attól a felemelő ténytől, hogy Jézus föltámadt, legyőzte a halált, és minden hívő lelket örök élettel ajándékoz meg. Ez valóban igaz. Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Krisztus Urunk a Golgotai kereszten elhordozta helyettünk bűneink büntetését, szenvedve és meghalva bűneinkért, és értünk. Harmadnapon föltámadásával legyőzte a halált, Jézus él, és ezért nem vagyunk magunkra hagyva, ez erőt és hitet ad számunkra. Jézus mindörökre velünk marad. Kedves keresztény testvérek, ez az ígéret a miénk. Jézus velünk van minden napon, a világ végezetéig. És bizony, ha a húsvéti ünnepünk majd véget ér, azután is azzal a reménységgel élhetünk, hogy soha nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva. Akár csodás körülmények között élünk, vagy akár éppen szegénységben. Családosan, vagy magányosan. Ifjan, vagy idősen. Magyarországon, vagy éppen itt Amerikában, de szívben mindig magyarként, tudhatjuk, kedves testvéreim, nem vagyunk egyedül, a föltámadott Krisztus velünk van. Velünk van az Isten. Nincs hiába kimondott imádság, nincs hiába végzett szolgálat. Krisztus föltámadt, és az ő föltámadásával legyőztetett a halál. Ez azt is jelenti, hogy nem kell a mulandóság, a halandóság fogságában élnünk. Van föltámadás, van örök élet. Egyértelmű. Akik Jézusban hisznek, azok számára feltárta a mennyek országának a vele való örök élete kapuját, és ezen a kapun, amit Jézus a föltámadásával nyitott, a halál áthatolhatatlannak tűnő falán követjük őt az örök dicsőségbe. Kálvin János írta az egyik igehirdetésében, Jézus többé nem a sírban kell keresnünk, amit ezek az asszonyok tették. Gyengeségükből és tudatlanságukból tanulnunk kell, azaz fölfelé kell törekednünk, ahová ő maga hívott és helyezett is bennünket. Megmutatta nekünk az odavezető utat, és megmondta, hogy azért szerez tulajdont a mennyei királyságban, hogy nekünk ott helyet
és otthon teremtsen, ha őt ott keressük a mi hitünkkel. Amikor mindezzel szembesülnek az asszonyok, szaladnak a tanítványokhoz és másokhoz, hogy bizonyságot tegyenek Krisztus föltámadásáról. És ma is ez a küldetésünk, hirdetni szavainkkal, tetteinkkel a föltámadásnak a reménységét, és másokat is a föltámadott Krisztushoz vezetnünk. Mindannyiunknak be kell vallanunk, hogy ebben nekünk, napjainkban élő tanítványoknak van némi fogyatkozásunk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy miután meghalljuk a föltámadás örömüzenetét, az abból felénk áradó reménységét, önző módon megtartsuk magunknak. Készek vagyunk megelégedetten hátradőlni. Igen, Krisztusban van föltámadás, van örök élet a mi számunkra. Mintha ez valamilyen magánügy lenne, pedig a felolvasott ige arról is beszél, hogy mindez még mindig kevés. Az asszonyok visszatértek az ige szavai szerint, talán futottak, talán szaladtak, hogy megosszák az örömhírt. Hírül adták a 11-nek és a többieknek. Ez az, amire szintén Isten hív bennünket. Miután eljutott a szívünkig a húsvéti örömhír, azt nem tarthatjuk meg magunknak. Át kell adni másoknak az örömhírt, amely vigaszt, reményt, életünknek pedig célt és értelmet ad. És ezt nem csupán a templom szószékéből lehet és kell hirdetni. Szavainknak, cselekedeteinknek, egész életünknek erre a feltámadott Krisztusra kell mutatnia, hogy másokat is a föltámadott Krisztushoz vezessünk. Mert csak is így lehetünk hiteles keresztények. Ebben segítsen meg bennünket a mindenható Isten, hogy húsvét ünnepén szívből, hittel mondjuk el, Jézus föltámadt, Jézus él. Áldott húsvétot. Amen. Hajtsuk meg fejünket, kedves keresztény testvérek, és imádkozunk eképpen. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Köszönjük, Urunk, hogy húsvét ünnepén megállhatunk előtted, és a hálát adhatunk neked. Megvalljuk, Urunk, hogy mindenünk, amink van, te tőled van. Te látod, Urunk, hogy minden időben a te segítségedre szorulunk, ezekben a nehéz időkben is, amikor a járvány terjed, amikor annyi beteg van. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyíts meg a betegeinket. Kérünk, Urunk, hogy te adj gyógyulást, és add, Urunk, hogy kegyelmedből vége lehessen ennek az egész rémálomnak. Kérünk, Urunk, azért is, hogy áld meg a mi húsvétunkat, és add, Úr Jézus Krisztus, hogy Jézus, te ahogy föltámadtál, ez az örömüzenet töltse be a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi lényünket, a mi egész elménket. Kérünk, Urunk, hogy élő hittel kérhessünk, hogy ez az öröm legyen a mi szívünkben. Jézus Krisztus, te föltámadtál, élsz és életet adsz. Kérünk, drága, mennyei jó atyám, hallgass meg a mi szívből jövő imádságunkat, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsorához készülve hallgassuk meg az I Don't Know How to Love Him részletet énekel Fischer Judit. I don't know how to
Halljátok meg, testvéreim, miként szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírva található Pál apostolnak a korintusbéli gyülekezethez írott első levele 11. részének a 23. versétől kezdve a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, és ezt mondta. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Mindenható és örökkévaló Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megismerjük és megvalljuk te előtted, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, akik hajlandók vagyunk a gonoszra és tehetetlenek a jóra, akik napról napra sokféleképpen áthágjuk a te szent parancsolataidat úgy, hogy a te igaz ítéleted szerint kárhozatot érdemelünk és örök halált.
De ó, Uram, íme törődött szívvel szánjuk és bánjuk, hogy sokféleképpen megbántottunk téged. Igaz bűnbánattól mondunk ítéletet magunkra és bűneinkre, alázatos lélekkel kiáltunk hozzád, jöjj segítségül a mi nyomorúságunkban. Könyörülj rajtunk a könyörület, Atya, bocsásd meg bűneinket, Szent Fiadnak a megváltónak szerelméért. Közöld velünk és nevelj bennünket Szent Lelked ajándékaival, hogy azoknak világánál mindinkább által látván minden bűneinket, erejünk által tagadjuk meg és vétkezzük le a bűnt, és teremjük a megigazulás és a megszentelődés jó gyümölcseit, hogy azok kedves áldozatul legyenek néked, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által. Amen. Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallásán. Kérjük a kedves keresztény testvéreket, hogy mindenki a saját otthonában, fönnhangon együtt mondjuk a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalad és eltemettették. Szállá alá a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölméne a mennyekbe. Ott ül a mindenható Atyaistennek a jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek föltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, jó lehet, én a ti hitetekben és vallástételetekben nem kételkedem. Mindazáltal anyaszentegyházaink állandó szokásához híven most néhány kérdést intézek hozzátok, melyre mindannyian feleljetek meg hitetek és meggyőződésetek szerint. Azt kérdem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kározatot érdemeltek? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kérlek, felejétek, hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézust ti éretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek a hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kérlek, felejétek, hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztott az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Kélek, felejétek, hiszem és vallom. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mind az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek? Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Kélek, felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet,
amelyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméül az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Amen. Kedves testvéreim, most akik magatokat méltóképpen előkészítettétek, otthonaitokban gyertek, éljetek velünk együtt az úrvacsora szentségével. E kenyérem az Új Testamentum az én áldozatom által. Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztus az életnek a kenyere. Amen. Amen. Jézus Krisztus mondja, én veletek maradok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Keresztény atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtt azonban elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjén többé benti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok vagyon, bocsássatok meg egymásnak, mint Jézus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre is hivattatok egy testben. Amen. Kedves testvéreim, gyertek közösen, mondjuk el az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, most pedig Isten tiszteletünk végén hallgassuk meg a Te benned bíztunk elejétől fogva című énekünket, a 90. Zsoltárnak a feldolgozását. Yeah.
Az Atyaisten szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentléleknek közössége, jóra vezérlő ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal, minden időkben. Amen. Amen. The peace of our Lord Jesus Christ, which passes all understanding, be with you and remain with you all. Amen.